És ahogy akkor Krisztinával említettük, Kanász Nagy Máté és Barkoci a vendégünk, jó reggelt kívánunk. Kezdjük akkor ezzel jó reggelt. a lélegeztetőgépek megvásárlásával, ami most már túl van az ország, körülbelül azt már azt is lehet tudni, hogy az ember szoros, hogy akkor mennyire vettük. Érdemes nézni egyébként, amikor emberek életéről, egészségéről van szó, hogy a kormány mennyire vásárol a lélegeztetőgépet, vagy bőven elegendő az a megnyugtató adat, hogy van bármilyen krízis helyzet, kritikus helyzet lépne fel az egészségügyben a Covid-dal kapcsolatosan, lélegeztetőgéből lesz elegendő. Természetes, hogy érdemes nézni, hiszen mindannyiunk közös adóforintjairól van szó, amiről a kormány gazdálkodik. Ugye tegnap ebben az álságos és kisé zavart magyarázkodásában Szijjártó Péter külügyminiszter úr azt mondta, hogy nyugodtan kérdezheti bárki, bármelyik sajtótermék a munkájáról ő szívesen fog válaszolni. Hát akkor most itt egy kérdés a munkájáról. Miért van az, hogy Magyarország többszörös sáron vesz lélegeztetőgépeket különböző cégektől, hogyan fordulhatott ez elő, illetve miért van az, hogy ettől függetlenül, ahogy itt a felvezetőben is önök említették, Magyarországon még mindig a legnagyobb a halálozási ráta ugye a szűrt esetekkel kapcsolatban. Miért van az, hogy nem jutunk hozzá megbízható adatokhoz, nincs területi bontás? Miért van az, hogy Belgium ami, hogy hozzánk hasonlóan egy 10 millió nagyságrendű ország 750 megbetegedést regisztrálnak minden nap, míg nálunk 35-öt, ugye nem gondoljuk komolyan, hogyha Belgiumban naponta 750 megbetegedés történik, akkor itt valamiért a vírus kikerül minket, megtorpan a határnál talán a határkerítést látva. Arra lehet Ezek gondolni, olyan... hogy fegyelmezetlenebbek, mint mi? természetesen lehet erre gondolni, viszont a számok és a tények azt mutatják, és itt a nagyobb halálozási ráta is azt mutatja, hogy itt valami nem működik jól ebben az országban, nem működik jól a védekezés ebben az országban. És még egy adatot hagy mondjak, borzasztóan elkeserítő, hogy most ugye a nyári szünet folyamán abszolút nem készítették elő az iskola kezdést, nem tudjuk, kiadtak ugye egy protokolt, hogy hogyan kis mint kéne viselkedni a diákoknak, például, hogy egymástól másfél méteres távolságot kellene tartani hogy folyosókon ugye senki nem gondol, komolyan, aki nem csak képen messziről lát a gyereket, hanem élőben is, hogy ezt a gyerekek be fogják tartani. Ennél is szomorúbb adat, hogy hiába mennek vissza a gyerekek az iskolába, egy héttel az iskola kezdés előtt még 1500 pedagógus hiányzik a rendszerből, ez sem kezelte a kormány. Önöknek mi a véleménye egyébként? Hadd fűzem tovább a kérdést, és aztán persze reagáljon az eddig elhangzottakra, hogy ön is lehetőséget kapjon. Mi a véleményük arról, hogy a, a, a központi emmi protokoll inkább ajánlás, mint utasítás? Nagyon sokszor hangzott el az elmúlt években az ellenzék részéről, hogy legyen több szabadsága individuális döntésekre, lokális döntésekre, például az iskoláknak a központosítás Most viszont az a kritika, hogy központi döntést kellene hozni, ahelyett, hogy a felelősséget rátestálják az egyéni iskolákra. Én is köszöntök mindenkit. Az egészen biztos, hogy ez az idei évi tanévkezdés, ez egy nagyon speciális helyzet. Nagyon speciális helyzet, mert ugye megvannak a közoktatásnak a hagyományos problémái, amik tíz év óta terhelik ezt a rendszert, vagy természetesen még régebb óta és a kormány ezeket a problémákat tovább feszítette. Itt olyan problémákra gondolok, hogy úgy államosították az iskolákat, egy görcsös, központosított rendszer jött létre, ahonnan gyakorlatilag ki szivattyúzták a szabadságnak minden levegőjét. A Tanárok, pedagógusok nem választhatják meg szabadon a taneszközöket, nem dönthetik el, hogy a diákok igényeinek, szükségletének megfelelően, és a saját maguk képzettségének, beállítottságának megfelelően például milyen tankönyveket választanak. Nagyon sok forrást vontak ki a közoktatásból, ez az egészségügyre is igaz, és mindjárt erre is rátérek. Bár elindították a pedagógus béremelést és életpálya modellt, azért több ponton vérzik ez az életpálya modell, és jelentős bérfejlesztések maradnak el, mind a mai napig. Tehát megvannak a hagyományos problémák, és rájött erre a, a probléma halmazra ez a nagyon-nagyon szerencsétlen vírushelyzet, ami nyilván a bölcsödéket, óvodákat, iskolákat, felsőoktatási intézményeket egyaránt érinti. És amikor arról beszélünk, hogy a kormány fölkészülte erre a vírushelyzetre, valóban azt látjuk, hogy egyrészt nem igazán látjuk, hogy forrás milyen átcsoportosítások történtek, hiszen a védekezés igenis plusz kiadásokkal jár. Másrészt nem nagyon látjuk ezeket a protokolokat, mert valóban vannak ajánlások, de ezek rendkívül uh, széttagoltak. Tehát kellene megfelelő protokoll, hogy hogyan lehet mondjuk megvalósítani a távolságtartást, mi jelent ez, hogyan lehet akkor a diákokat valamilyen módon szelektálni külön, külön tantermekbe helyezni, mert hát az, amikor leírják, hogy tartsanak távolságot, oké, okay, de hogyan? Tehát mondják meg, hogy hogyan, állami a rendszer, ők csinálják mindent a Szalai utcából, irányítanak innen Budapestről, akkor tessék leírni, hogy hogyan valósuljon meg. Nagyon sok kérdés feltett egyébként a PDS is ugye a kormányzat felé. Ezzel kapcsolatosan lesz is majd itt a stúdióban egy beszélgetésünk. Engedjék meg azonban, hogy visszaugorjak az előző témánkra, mert Barkóci úr azért mondott egy-két olyan dolgot, ami nem hagy nyugodni. Már csak azért, hogy képviseljük ugye a másik felet is. Ugye azt mondja a DK, hogy Szijjártó Péternek a luxus jaktozása miatt ugye le kellene mondani, Kérdezném én azt, hogy miért, amikor Szijjártó Péternek ugye kérdéseket tettek fel az újságíróképpen a tegnapi nap, aki közölte, az életem egy nyitott könyv, ez azért van, mert a munkával fenntartott idő száz százalék. Folytatta a gondolatát a külügyminiszter úr, nálam a jogszabályok tiszteletben tartása nem szezonális kérdés, abban biztosak lehetnek, hogy a rám vonatkozó jogszabályokat a közéletben és a magánéletben is tiszteletben tartom. Ha Barkóci úr, ha DK hallotta ezt a kijelentést, ha mástól nem most tőlem, illetve a DK, akkor miért gondolják azt, hogy Szijjártó Péternek le kellene mondania? -e? Hát De most, most tegnap elmondta, hogy tiszteletben tartja a jogszabályokat. Gratulálok Szijjártó Péternek, így tovább a Lenini úton nem tisztázta, hogy honnan volt neki pénze erre a több hetes úgy Ugye két eset lehetséges, ezt elmondtuk ő, ezt vagy ajándékba kapta Szilászlótól. Ez pedig eh, heti 60 millió forintos kiadás jelenten egy ilyen eh, luxusjogt esetén, ezt a sajtó kiderítette, hogy ennek ennyi a bérlete. De azt Szijjátó is mondta, Péter... hogy ott voltak a rokonok, barátok, lehet, hogy összedobták a pénzt, nem? Tehát hogy <laughs> Szilártó Péter, hogyha ezt ajándékba kapta, akkor az ő, a havi fizetés az 1.103.500 forint, ez ezt meghaladó ajándékot ő nem fogadhatja el, hogyha elfogadja, akkor törvénytelenséget követel. Ha viszont nem ajándékba kapta, akkor megint csak ott marad a kérdés, hogy uh, ismerve az ő vagyonnyilatkozatát, semmi nem indokolja, hogy ő ekkora kiadást fedezni tud, sem a fizetéséből, a havi fizetéséből, sem a magánvagyonából. Akkor ismételten felteszük a kérdést, hogy honnan volt neki pénze hetekig luxusok tozgatni az Adrián, ráadásul úgy, hogy közben tudjuk, hogy az a magánrepülőgép, ami ugye Orbán Viktor szokta a meccsekre szállítani, amire kijelentette a miniszterelnök a parlamentben, hogy eddig is így utazott az elmúlt 30 évben, és azután is így fog, az tudjuk a repülési adatokból, és ezt a 24 pontú kiderítette, hogy több állomáson megállt Horvátországban, Cipruson, Franciaországban, Spanyolországban. Ezért a Demokratikus Koalíció tegnapi nappal egyrészt a magánrepülőgépet üzemeltető cégnek írt egy levelet, hogy megtudjuk, hogy kik azok, akik még uh, Szijjártó Péter mellett, vagy akiket még Szijjártó Péter mellett esetlegesen ez a magárepülős cég szállított. Ő használt ezt a gépet egyébként? Tökülünk, nem szóval. tudjuk, majd ez ki fog derülni a válaszból, illetve Orbán Viktorhoz is kérdést intéztünk, írásbeli kérdést a parlamenten keresztül, hogy kik azok, akik még ilyen luxus utakon részt vettek, ilyen ajándékokat elfogadtak, hogyha elfogadtak, akkor törvénytelenséget követtek el. Úgy látjuk, hogy borkaiból, a luxusi aktozásból és Adriából csak borkai tűnt el, a másik kettő maradt, ami egészen elfogadhatatlan, főleg egy ilyen helyzetben, egy ilyen vírushelyzetben és egy ilyen gazdasági helyzetben, amikor egyébként magyarok százezrei veszítik el a munkájukat, sőt a legújabb hírek szerint, ugye a három hónapos munkakeresési járulék lejártával egész egyszerűen az állam elengedi a dolgozók kezét, elengedi a magyar családok kezét. Tehát, hogyha már arról beszéltünk, hogy nem dolgoztak ki protokolt az iskolákra, akkor nem dolgoztak ki bértámogatási rendszert, ami egy ilyen gazdasági válság esetén minimum lenne, nem dolgoztak ki munkakeresési járulékot, ami minimum lenne, nem segítik sem a nyugdíjasokat, sem az állásukat elvesztetteket, sem a magyar családokat. Ezzel a témával fogjuk folytatni, csak egy rövid reagálásra hadd adjunk lehetőséget. Én a... Én ezt egyébként két szempontból nem értem. Én nem értem ezeket a fiúkat. Hát egyrészt megmondta a főnök, hogy több Balaton, kevesebb Adria. És erre mégis elmennek? Tehát ez Brüsszel olyan? volt, az rosszul emlékszik. Ö, volt, volt Adria <laughs> is. Volt, volt Adria is? És igen. Én kérek elnézést, biztos nek. éppen Brüsszele külföldön voltam. Abszolút elnézést kérek. Mert hogy igen, mert kérek. járvány volt. és erre elmennek külföldre. Tehát Jó, de az nem, nem minden... azt mondta a miniszterelnök, hogy nem szabad az adriára. ra menni. Hát én értem, de azt ha főnök... mondta, hogy kevesebb, tehát hogy töltöttek valamennyi időt biztos Balatonon is. Igen, igen. De igen bet, nem, mint az 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 azért, csak ugye sokan ilyen. azt mondják publicisztikában, hogy a kormányzat vállalati üdülője az a Szélászló luxus jachtja, úgyhogy így jelent meg a Jó, de a hogy helyzetbe, tehát hogy nem, nem, kéne járni, jachtozni. A másik, hogy most komolyan, tehát a tavaly őszi borkai sztori után bevállalják a jachtozást? Hát azért ez így önmagában azért úgy, úgy elég meredek ez meg a másik része. Hát, hát azért, Horvá... azért, azért, azért... Járműnek a két az azonossága az nem Nem Sajtól csak viagből. az azonossága, hanem az ott eltöltött nem, idő, nem, nem. meg amit publikáltak hát igen, a nem borkairól. Ne vagyunk igazságtalan ez, ez az egész urizálás, amit egyébként meg annon Pokorni Zoltán kritizált, ez ugyanúgy ott van, és ezt folytatják, és, ez és csúcsra járatják. Menjünk Először tovább. Azt, hogy, ö, még egy fél mondat, ö, tehát én nem gondolom ezt igazságtalan párhuzamnak, ez, amit elmondott Máté is, ez az urizálás. Tehát uh -huh. miközben ugye... De a, szíjákó, a borkai ügy. Ez egy jó szó, is szó egyébként. Azt mondta, hogy ő plebejus kormányzást ígért még annó 2006-ban, ugye amikor feltűrt nadrágszállal át a Balaton közepén, ehhez képest pedig azt látjuk, hogy semmi sem. Csak kérde. ugye kötődik az emberekben asszociációként kábítószer, prostitúció, egy csomó minden más is, erre értettem, hogy igazságtalan volna a párhuzam, de az urizálás szóval megtalálták azt a halmazt, amire talán a két járművet föl lehet húzni. Menjünk tovább, nagyon-nagyon fontos témánk van, van egy összefoglalónk, amit riporter kollégánk készített, és önökkel nagyon komoly témáról szeretnénk beszélni. Az álláskeresők helyzetéről ön már említette, több mint 190 ezer álláskereső nem kap semmilyen juttatást. Abszolút semmilyen juttatást. Ez derül ki az m cikkéből és más helyekről is. Mutatjuk az összefoglalót, és Barkóczi Balázs Kanász Nagy Máté folytatja velünk erről a beszélgetést. Hat hónap után először csökkent a regisztrált álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat júliusi adatai szerint. Ez összhangban van azzal a kormányzati kommunikációval, mely szerint egyre kevesebben jelentkeznek a munkaügyi hivataloknál. Az m grafikonján 2015-től kezdve mostanáig látszik az álláskeresők száma. Az első adat 413.825, a most júliusi 365.755. Bár ez az utóbbi szám az öt évvel ezelőttihez képest kedvezőbb, az azok azonban, akik három hónap alatt nem találnak állást, bajba kerülhetnek. Az álláskeresési támogatás ugyanis mindössze három hónapra szól. Így az elletes nélküliek száma júliusban több mint 190 ezer volt, 15 ezerrel több, mint az előző hónapban. Ez azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek gyakorlatilag semmilyen bevételük nincs. A Magyar Szocialista Párt hónapok óta javasolja, hogy három-kilenc hónapra emeljék az álláskeresési támogatás időtartamát. És azt is szeretnék, hogy ez az összeg legalább nettó 100 ezer forint legyen, azoknak pedig, akiknek megszűnik a munkaviszonyuk, 80 százalékos bértámogatást adjanak. Ja, csak egy gyors reakciót várnánk akkor esetleg a, az álláskeresők helyzetével kapcsolatosan. A kormány gazdasági mentőcsomagja kudarcot vallott. Hónapok óta mondjuk, hónapok óta ugyanazt a 20 pontot bértámogatás kell, munkahelykeresési járulék kell a nyugdíjasoknak, ugye nem egyfajta majd jövőben utalandó minimális összeggel kiszúrni a szemét, hanem azonnali segítség, és azonnali segítség kell a családoknak Most is. Most mondta a kormány, hogy, hogy még az idén fél milliárd forint extra szánnak még gazdaságvédelmi intézkedésekre. Mondani sok mindent lehet, a tettek igazolnak egy kormányt, én úgy gondolom, és egy politikust. No, maradt még annyi időnk, hogy azért a vasárnapi tisztújításról beszéljünk az LNP életében. Izgul? Hát természetesen nyilván van bennem egy egészséges drók minden megmérettetés előtt, azt gondolom, hogy ez természetes. Igen. Mert hogy a társadalmi pozíciót szeretné megkapni? Igen, 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 szeretnék váltani. Jelenleg az elnökségnek vagyok titkára. Ez egy olyan administratív-operatív funkció, amit különböző okokból nem szeretnék továbbvinni, de van erre egy nagyon kiváló jelöltünk, és én szeretnék úgymond a frontvonalba kerülni még inkább, mm -hmm. és, és képviselni azt a zöld politikát, amit az LMP követ, amit az LMP folytat. Társadalmi pozícióból én erre készülök most igen. Hadd legyek kicsit provokatív. Mondott ön egy, lehet úgy is fogalmazni, hogy ambiciózus, de lehet akár úgy is, hogy nagyon meredek kijelentést tett és ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy nem inflálja-e az ön mondani valóját, ha ilyet mond. Szeretné, ha a kormányzó képes erő válna az LNP-ből, és most minden feltétel adott ahhoz, hogy sikerre vezesse a pártot. Nagyon messze van ettől az LMP. Ez egy erős kijelentés. Igen, de ahhoz viszont azért elég közel vagyunk, hogy kormányprogramot alkossunk, legalábbis, legalábbis választási programot, amiből a kormányprogram lesz. És mi nyilván akkor vagyunk érdekeltek egy ellenzéki együttműködésben, hogyha az egyaránt szolgálja Orbán Viktor rendszerének leváltását, és egyaránt szolgálja egy olyan új rendszer kialakítását, aminek markáns része a zöld politika, az ökopolitika képviselete. És egy olyan választási programot és idővel kormányprogramot szeretnénk megvalósítani, megalkotni, aztán képviselni, ami tartalmazza hogy például a Paks 2 beruházás leállítását, az előző témákhoz kapcsolódva a különböző urizálási szokások visszavágását, tartalmaz egy olyan valódi gazdaságfejlesztő intézkedést, ami mondjuk a zöld gazdaságot tudja fejleszteni, ami érdemben, Csökkenti a munkanélküliséget, ami érdemben szintén előző témákhoz kapcsolódva áldoz a oktatásra, egészségügyre. Mi erre készülünk, erre szerződünk. Tehát ami az én célom is, és ami az LMP célja, a NER leváltása, és egy olyan új rendszer, egy olyan új vízió fölvázolása, aminek markáns része a zöld politika, a zöld politika képviselete. És akkor még lenne egy fontos témájuk, ugye, mert az lmp nek hogy a alapvető élelmiszerek áfáját is szeretnék 27%-ról 5%-ra csökkenteni, vagy csökkentetni ennek, mekkora a realitása ön szerint? Én azt gondolom, hogy azért a 21. században az egy alapkövetelménynek kellene lennie egy jóléti államban, mondjuk egy zöld ökoszociális államban, hogy az alapvető élelmiszer, annak az ára mondjuk meghatározott, vagy nagyon erősen állam, kormányzat által befolyásolt. Mert hogy nem lehet, szab szab nem lehet megengedni, hogy elszabaduljon. És éppen ezért akár az áfa csökkentés, ami egyeszköz, akár a termelői piacok támogatása, kimondottan a kiskereskedők támogatása, a termelési láncok átalakítása, stb. stb. mind-mind olyan konkrét beavatkozás, ami azt szolgálja, hogy kiszabadítsuk az alapvető élelmiszerek, árát a kereslet kínálati viszonyokból, és garantáljuk, meghatározzuk, hiszen ez mondjuk a középosztály vagy a szegényebb rétegek érdeke, hogy meg tudják vásárolni ezeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy az hozzánk ma reggel. Köszönjük szépen.